Lukács. Kontrára appellál a Kecskemét, és Lukácsnak van is területe itt a jobb oldalon. Lukács lő, Ogyincov. A DVTK 0-0-ás döntetlent játszott a Kecskemét ellen a legutóbbi fordulóban. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy vajon egy pontot nyert a Diós Győr, vagy pedig kettőt veszítette. Hogyan láttad a kapuból? Hát én úgy láttam, hogy kettő veszítettünk, de számítottunk, hogy nehéz mérkőzés lesz, az Kecskemét utolsó pár meccs csak nagyon jó védekezésben, és nagyon nehéz volt gólölni azért, hogy ők 80 beállnak a 16-osba, és ők várnak, hogy milyen hibák, és csak támadnak. De szerintem igazából ez teljesen rendben volt ezt az eredmény, ez egy döntetlen, azért, hogy mi is olyan helyzetben voltunk, ahol lehet, ahol kaptunk. Nekünk is volt lehetőség, hol lőni, de szerintem ez tisztában vagyunk, hogy egy döntetlen ez igazi eredmény. A te dolgodat kapusként mennyire nehezíti meg az a helyzet, hogy a társak szinte végig támadnak, viszont ha átjön az ellenfél a térfélen egy gyors kontrával, akkor feszélyhelyzet alakul ki belőle. Hát ez mindig nehéz, hogy amikor helyzet nélkül mondjuk 70 perc állsz a kapuba, és utána jön egy helyzet, ahol kell védeni, de nem hiszem, hogy volt olyan helyzet, ahol tudtam nagy védést mutatni, csak megcsináltam a dolgom, és próbáltam segíteni a csapatnak. Többször is védtél pedig, akkor ahogy te fogalmaztál, melyiknél csináltad legjobban a dolgodat, melyik volt az a védés, amire szívesen emlékszel vissza? Hát szerintem ez első lövés Lukács Danitól, a 5. percnél, ha jól emlékszem, ez volt szerintem legfontosabb is védés, azért, hogy nyilván én is érzeztem, hogy na, játékban vagyok, és bármi történik, akkor én a kapuba is tudok segíteni. Mennyit számít számodra az, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni ezt a mérkőzést? Meg tudod például mondani azt, hogy hány kapott gól nélküli meccsed van ebben a bajnokságban? Hát nekem ez már 4. kapott gól nélküli mérkőzés, és nagyon régóta nem zártam kapott gól nélküli mérkőzés. Utoljára volt Vidélen, pont amikor Mesternek volt az első meccs. Hát nagyon amúgy vártam, amikor már tudok nulláról hozni a meccs, és nekem ez nagyon jó esik, hogy ilyen meccsen, nyilván a Diós Győrben tudtunk hozni egy 0-3 is. Emlékszem arra jelenetre, amikor ezt megelőző mérkőzésen a Debrecen ellen volt egy olyan szituáció, amikor egy támadáson belül 3 védés mutattál be, abból 2 bravúr is volt, mégis bosszankodva jöttél le a pályáról. Hát nyilván, ha mondjuk kapus poszton ez olyan poszt, ahol individuális játék számít, de nekem ez a lényeg, hogy csapatnak legyen jó eredmény, és utána az én sorsom jön a második helyen, de nyilván ez is volt jó dolog, amikor mondjuk pont amikor kell segíteni a csapatnak, én a helyen voltam, és tudtam védeni ezt a helyzet. A hétvégén Újpesten játszik a Diós Győr. Milyen teljesítménnyel és milyen eredménnyel lennél elégedett? Nagyon számítom, hogy ez nehéz mérkőzés lesz. Újpestnek is kell ezt a 3 pont, de biztos vagyok benne, hogy mi oda fogunk hozni az Újpestre, és szerezni ezt a 3 pont, és előre menni a tabellán. 0-0 a végeredmény. A két csapat immáron biztos bent maradó az előző 2 év NB2-es bajnoki címének birtokosai. Az NB1-ben folytatják a következő szezonban is, és megmaradt ezzel a 0-0-val kettejük között a 3 pontos különbség.